Mi vagyunk Európa címmel szerveztek vetélkedőt a Hőgyes Endre gimnáziumban. Az Európai Bizottság magyarországi képviselete, az Európai Parlament tájékoztatási irodája és a külügyminisztérium által indított tudáspróbát az ország 30 iskolájában rendezik meg. A programban pályázat útján lehetett részt venni. Az országban mintegy 90 iskola versengett azért, hogy megrendezhesse az Európa napot. Közülük a szervezők 30 intézményt választottak ki, köztük a Hőgyes Endre gimnáziumot is. Viher seina tuo korin sisustamiseen uuden ulottuvuuden. Nyelvfelismerő feladat is volt a Mi vagyunk Európa című vetélkedőn a Hőgyes Endre gimnáziumban. A diákoknak több állomáson lexikai tudásukról kellett számot adni, de voltak ügyességi feladatok is. A diákok kedvence persze az volt, ahol az egyik közösségi oldalt is használni kellett. Ez a kolléganőm által tartott európai útlevél a nap egyik állomása volt, itt kellett fotózkodniuk a diákoknak, ez egy nagyon kedvelt feladat volt itt az Európa napon, hiszen fel kellett tölteni az elkészült fotókat az egyik közösségi oldalra. Az iskola részéről Szandai Kázmérné volt a rendezvény egyik koordinátora, a tanárnő azt mondja, azért jelentkeztek az Európa napra, hogy ezzel is színesítsék a diákok mindennapjait. Hogy ne csak a tanórákra járjanak, és ott halljanak ezekről a dolgokról, és úgy láttuk meg a külügyminisztériumnak ezt a pályázatát, és szerencsére nyertünk. A vetélkedőnek a diákok is örültek, még akkor is, ha sok felkészülést igényelt ez a nap. Nagyon lelkesen fogadták, mert meglehetősen nagy nyeremények voltak iskolai viszonylathoz képest, és az is csalogatólag hatott, hogy így adhatnak számot arról, hogy mit tudnak az Unióról, és nem dolgozatot kell belőle leírni. Úgyhogy nagyon lelkesen készültek. Tanórákon is készültünk, meg otthon maguktól is tanultak. Beosztották az uniós országokat egymás között, úgyhogy nagyon felkészültek voltak. Ezt a pontszámok is bizonyítják. Az Európa Nap rendezvénysorozatot az Európai Bizottság magyarországi képviselete, az Európai Parlament tájékoztatási irodája és a külügyminisztérium indította el. A vetélkedőt Magyarország több iskolájában is megszervezték. Összesen 30 iskolanap került megrendezésre ebben az évben, és Hajdúszoboszlón most a Hőgyes Endre gimnáziumban tartottunk Európai Uniós projektnapot. Ez a 30 iskola, amit említettél, ez teljes Magyarországot lefedi? Igen, ez az egész országban 30 került kiválasztása, nagyjából olyan 90 iskola közül. A lebonyolító cég képviseletében érkező Bogádi Judit maga is a Hőgyesbe járt. Ez egyáltalán nem befolyásolta a pontozást. Köszönöm. De nagyon jó érzés volt egyébként visszajönni a volt gimnáziumomba. Hőgyes Endre gimnáziumban azt tapasztaltuk, hogy nagyon felkészültek voltak a diákok. Voltak olyan feladatok, amire, hogyha megtanulták a kiadott anyagot, akkor arra szinte 90%-ban tudták a választ, és a legtöbb állomáson ezt tapasztaltuk, hogy nagyon felkészültek voltak, nagyon fegyelmezettek is, és lelkesek is. A vetélkedőn végül szoros versenyben a 11. E-osztály lett az első, így ők nyerték a budapesti kirándulást és a 60 000 forintot, amit bármilyen közösségi programra felhasználhatnak. Hogyan készültetek a versenyre és számítottatok egy ilyen jó eredményre? Hát először is szerintem nagyon meglepő volt a dolog, viszont fel kellett osztani mindenkinek az országokat, tehát a 28 országot mindenki megtanulta külön-külön, így jól fel tudtunk készülni, tehát egyénileg is. Valójában ilyen jó eredményre szerintem nem sok mindenki számított, de nagyon bízunk benne, hogy megnyerjük. Mennyit készültetek rá időben, mennyit kellett tanulni? Hát ez attól függ, hogy milyen részletességgel tanultuk meg, de szerintem mindenki elég sokat tanult rá, olyan egy-másfél óra környékén, szerintem vagy kettő körülbelül. Nagyon szoros volt a verseny, az itt elhangzott, ugye, és hogy igazából azért lettetek ti az elsők, mert hogy ti a legfrissebb adatokhoz jutottatok hozzá, hogy sikerült ezeket megtalálni. Hát szerintem legelőször interneten kereste mindenki, hát ott is több oldalon megnéztük, hogy biztos, hogy azok az adatok szerepelnek-e. Aztán szerintem segítségül még könyveket használtunk. Szerintem így. Önálló felkészülés volt, vagy volt tanári segítségetek is? Hát szerintem elsősorban önállóan készültünk rá. Aztán nyilván osztályfőnökünk is segített, de elsősorban önállóan csináltunk.